Le réalisateur du film, serrez la main. Nekem ez egy túl nagy meglepetés és ügy, hogy meg tudjam emészteni az egészet. 60 years ago, I was here knocking at the door at Cannes with my first film. Amikor én itt voltam, egy autó még 4 sebességet volt, később 5. Ez most egy 8 sebességes valami. Azért el tudnék itt lötyögni egy kicsit még. Az 56-os irodalmasságban 1956 nyarán megjelent Déli Tibornak, aki párhuzamosan az akkori Petőfi Főrnek egyik alapfigurája volt, amely felvetette ennek az új társadalomnak a problémáit. Ott egy Szerelem című gyönyörű rövid novellája egy ártatlanul politikai okok miatt besukott emberről, aki nem tud semmit, hogy mi történt X év alatt a családjával, csak annyit, hogy született egy gyereke, akit nem is látni, és váratlanul kinyitják a börtön cella ajtaját, és megbürokálják, és azt mondják, hogy meg a minden a fremében vannak volna. És ő hazamegy, és találkozik a feleségével. Ennyi. Most a Déli Tibort különböző politikai tevékenységei miatt 57-ben lecsukták. Itt maradt a beteg édesanyja, akinek a Déli felesége leveleket hamisított az ő édesanyjának, aki már egy kicsit a félvilágban, a túlvilágban, meg a fiatalság világában él. Ebből a Déli, mikor kijött és ezt megtudta, írt egy Két asszony című hosszú novellát, gyönyörűen leírva lépésről lépésre ennek a két nőnek a kapcsolatát, akik egy férfire szerelmesek, akit ugye a felesége várja, a mama pedig elhiszi vagy nem hiszi, mert már tulajdonképpen egy másik világban is él. Ez volt a Déli írása. Én elolvastam, és magamban, hogy hát már az vége megvan írva, eleje közepe megvan írva, összenyomjuk a kettőt, és kész. Én azt a Délinek elmeséltem, neki nem tetszett. Kétszer-háromszor beszéltünk róla, már őt idegesítette, hogy én a nyakára járok. Elbúcsúztunk, jó viszonyban voltunk, ez volt májusában annak az évnek. Ez lehetett azt hiszem, hogy 62 vagy 63. És akkor karácsonykor fölhívott, hogy te megírtam ezt, összeraktam ezt, amiről te beszéltél. Ezt én elvettem, átvettem, megnéztem. Két írás jó volt, mert ő még akart valami filmes dolgot belekavarni. De mondom, hogy nem baszakodunk vele. Beadtam ahhoz a stúdióhoz, ahol én rendszeresen dolgoztam,
és utána egy pár hónap, pár hét múlva visszajött, hogy ezt felejtsd el. Na most ez a játék tartott köztünk 63, 64, 65, 66. És hát közben csináltam ezt, csináltam, minden évben beadtam, és a végén, nem a végén, ugye a harmadik alkalommal azt mondták, hogy te ne érkesítsd ezeket ott fönt, mert valahányszor te jelenkezel ezzel, mindenki a frászt kap, hogy nem lehet, kész vett tudomásról, bocsánat. És akkor 1960 elején kaptam egy üzenetet, hogy ja, csinálja meg ezt a filmet. Nekiálltunk, ezt megcsináltuk. Volt valami ambíció fölülről politikailag, hogy hogy lehetne megmutatni azt, hogy itt ebben a társadalomban egy erő, amely kihozta ezeket az embereket a börtönből, az igazságérzet, a becsület, a politikai tisztesség. Ugye, hogy ez még belefér ebbe a forgatókönyvbe? Az fér bele, hogy meghalt a Stalin elvtárs, és egy más rendszer ért itt be. Hát a Darvas Iván ült, mint később kiderült, ugyanabban a börtönben, ahol mi forgattuk ezeket a jeleneteket, ahol mikor már beléptünk oda, én nem tudtam, mikor az engedélyt megkaptuk, nagyon nehezen, hogy egy börtönbe lehessen dolgozni, hogy a Iván, amikor oda mentünk, rögtön elesetett neki a tantusz, hogy hát itt ült ő, akkor beértünk egy cellába, ami a miénk volt, és elkezdtünk ott dolgozni. Egy őr benézett, aki csak azért volt ott, hogy itt a rend legyen a börtönben, filmeznek minden este arra. Az Iván meglátta ezt a fiszkot, és azt mondta, gyere ide! Oda ment ez a börtönőr. Menjen le, hozzá nekem egy dobott cigarettát. Hát erre ez elment rögtön a börtönparancsnokhoz, aki ott a folyosón dumálgatott a filmessel, hogy ez hogy van, hogy őt egy cigarettáért fűzgetik. És azt mondta nekem, azt mondja, ez a börtönparancsnok, hogy ne haragudjon, hát arról nem volt szó, hogy maguk az én embereim itt kérdőre mondják, meg úgy beszélnek velem. Hát, ne haragudjon, de arról sem volt szó, hogy ugyanabban a cellában megyünk dolgozni. Jó, hát ezt aztán kibékültük és forgattuk a filmet. Kijött, először nem játszhatott. Aztán játszhatott vidéki színházban, aztán játszhatott Pesten, és akkor, hát ugye ez is 63, vagy 62, hát az alatt ő már Pesten fantasztikus szerepeket játszott. Úgyhogy a Darvas Iván, Darvas Iván. Még a film bemutatása előtt a International Herald Tribune-nak a lenti képviselője fölhívott engem Pesten, nagyon jól beszélt németül, úgyhogy nekem ez egy nagy könnyebbség volt, és azt mondta, hogy ő azt hallja, hogy én csináltam valami érdekes filmet, és hogy lehet megnézni. Ő megnézte a filmet, és pár napra rá megjelent egy elragadtatott interjú, és egy nagyon szép kritika a filmről. És pár napra rá az Acélbe kéretett engem, akivel egy meglehetősen furcsa kapcsolatom volt, de azért mindig érdeklődött. És itt leültem, parancsoljon, és azt mondta, hogy nagyon köszönöm az újság, az nyilatkozatot, az interjút. Mert én nem panaszkodtam neki, ennek a fiúnak, hogy
éveken keresztül vártunk erre, meg nem lehetett megcsinálni. De hanem, mikor azt kérdezte, hogy nem volt-e valami probléma, én azt mondtam neki, hogy nézd, a világon mindenütt a filmrendezőnek vannak néha problémái, hogy van-e producere, vagy nincs. És ez volt a vége, én nem teregettem ott ki, ami, hogy mondjam, nem nevezem szennyesnek, mert szennyes innen igazság. És akkor azt mondta, főhercegem, ez a mi filmünk, köszönöm. Ez a mi kritikánk, ezt köszönöm. Onnantól kezdve én nekem nem volt az dolgó, ami a filmek csinálásán én a probléma. Velem alszol az éjjel? Igen. Egész éjszaka velem maradsz? Igen. Minden éjjel. Amíg csak élünk.